Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bernard Rita, a MOKAL elnöke. Kezi csókolom, szép jó reggelt kívánok. Hogy szolgál a kedves egészsége? Köszönöm, én nagyon jól vagyok. És az öné? Hála Istennek. Mi a véleménye arról, hogy egyre kevesebb lesz a beteg-orvos találkozó? Visszatérünk az előző megoldáshoz, ami korábban volt a vírus első etapjába. Nagyon nehéz lesz ez a helyzet. Nagyon-nagyon kevés eleve a lehetőség a betegek számára, hiszen mi utóbb se értük magunkat tavasz óta. Akkor ugye az volt az ígéret, hogy ahogy nyitnak a szakrendelők, egyebek, akkor újra nagyon-nagyon sok találkozó lehet, és minden elmaradt vizsgálatot próbálunk pótolni. Ez hónapokban tellett volna így is, de hát egyszerűen megint elmarad. Sokkal csökkent az egészségügyi alkalmazottak száma is, az orvosoké is, nővéreké is. Az előző időszaknak ezek a nagyon hirtelen, vegyes, zavaros helyzetei, amik nagyon sokat meggyőztek arról, hogy inkább máshol keresnek boldogulást. Úgyhogy nagyon nehéz szívvel nézek előre, bevallom. De ön tudja azt, hogy mi 10 millió futballszakértő vagyunk, és most már nem csak a futballhoz ért mindenki Magyarországon, hanem 10 millió virológus is vagyunk. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy térjünk vissza ahhoz a higiéniai alapokhoz, amit az óvodában már megtanítottak, az óvónénik, az állandó kézmosáshoz, alapvető tisztálkodásokhoz, hordjunk maszkot, tartsuk meg a távolságot, de vannak, akik azt mondják, hogy ez hülyeség. Nagyon fontos volna mindazt, amit ilyen szépen felsorolt, betartani, mert jelenleg ez az egyetlen lehetőségünk, hogy valamilyen szinten fékezzük ennek a vírusnak a terjedését. A jelen helyzetben úgy néz ki, ahogy ez Floridában is lezajlott, Florida effektusnak is mondják, hogy azt mondják a virológusok, akik szakértők, és valóban tudományos alapokon állnak, hogy most elsősorban a fiatalok körében terjed ez a vírus. Több oka van annak, hogy miért náluk, egyrészt a mozgásuk is sokkal több, ők ezt könnyen viselik, gyakorlatilag tünetmentesen, és emiatt jobban járkálnak tovább, és így a vírus saját túlélését biztosítja ezzel az enyhébb lefolyással. És várhatóan egy 4-5 hetet mondanak a virológusok, addigra fogja az idősebb lakosságot elérni. Mindenkinek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy ezt a helyzetet nem szabad elbagatelizálni. És anélkül, hogy neveket mondanék, hiszen vitában állunk, mint Magyar Orvosi Kamara ezekkel a vírus szkeptikusokkal. De név nélkül. Erről egy közleményt is kiadtak, amit híradónkban megjelentettünk, igen. Igen, annyi a lényeg, és tényleg nagyon egyszerűen próbálok fogalmazni, hogy senki nem tudja a tutit, mert hogy most ismerkedünk ezzel a vírussal. De tessék mondani, hogyha a közül lehet választani, hogy esetleg egy súlyos helyzetet elkerülünk, vagy egyszerűen felelőtlen módon besétálunk egy súlyos helyzetbe, melyiket választja egy épeszű ember? Természetesen a könnyebb lejárást. Nem érdemes vitatkozni ezen, tehát nem kell virológusnak lenni. Azzal, hogy felteszünk egy maszkot, megmosuk a kezünket és távolságot tartunk, ezzel nem fogunk ártani senkinek. Mégis például Izraelben, ahol megállapították, hogy 40 település tartozik a szemafor vörös fényében, ott elrendelték 2 nappal ezelőtt, hogy este 6-tól reggel 5-ig kijárási tilalom van, szigorúan maximum 500 méterre a háztól egy ügyeletes patikába, vagy egy éjjel-nappal közértbe lehet elmenni valamit megvásárolni. Amennyiben ez sem fog segíteni, következik, amit senki nem akar, a totális kijárási tilalom az egész országnak, ami gazdasági olyan gazdasági veszteségeket is okozhat, ha bár az élet az mindenek előtt, amit nehéz lesz utána helyére tenni. Ez a legnehezebb ebben a helyzetben, hogy megpróbáljuk az élet elsőbségét szem előtt tartva
de a gazdaság érdekeit is szem előtt tartva valahol a teljes zárás és a mozgás között megtalálni az egyensúlyt. Az, amit mond, az nagyon fontos. Hogyha eljutunk idáig, hogy megint zárni kellene, nagyon nehezen fogják ezt megvinni érthető okokból, akkor nagyon-nagyon sokat vesztünk. Tehát továbbra is azt kell mondjam, hogy a fékezés az egyetlen mód, amit segíthetünk, és ahhoz pedig ezeknek a higiéniai és egyéb járványügyi szabályoknak a betartása. Már most szigorított a egészségügyi, tehát a minisztérium, az Emberi Erőforrás Minisztérium, hiszen már nem lehet látogatni semmelyik kórházban, illetve megtiltotta az egészségügyi intézményekben a személyes részvétellel járó összejöveteleket. Tehát próbáljuk megtalálni az egyensúlyt, nem nagyon sikerült ez a világban sehol sem. Az így rendben van, de én nem kell, hogy elájuljak attól, hogy az egészségügyi minisztérium bezárta a kórházba a látogatásokat, hisz egy egyszerű influenza járvány esetén is ezt tették korábban. Tehát ez az alap. Igen, ez ebben teljesen igaza van, csak ez azért egy elég erős intézkedés azok számára, akik kórházban vannak, vagy súlyos állapotban. Tehát ezt mindig nehezen hozzák meg, hiszen ha az ön hozzátartozója van a kórházban, nem szívesen hagyja magát. Az én anyám egy luxus idős otthonban van, és nem mehet ki a szobájából, és 96 évesen nagyon nehezen éli meg, és már halucinál, ugyan room service-t kap, és hogy csak az erkélyén tud kinézni a szabad világba, és még a szobájából sem mehet ki, mert nem akarják, hogy Isten ments egymásnak átadjanak valamit, hála Istennek idáig tünetmentes mindenki ott. Ez nagyon fontos, amit mond, mert ez is egy szempont például, hogy az időseknek, akár idős otthonban, de akár a saját lakásukban is, ez a fajta bezártság rendkívül deprimáló. Tehát amúgy is kevesebb a társadalmi érintkezésük eleve a koruknál és a mozgásszegénységnél fogva. De hogyha még ez a kevés is megszűnik, akkor nagyon-nagyon nehezen tudják a hangulatukat jó irányba befolyásolni. Ön tudja ajánlani azoknak a családoknak, akik így most egy kicsit el vannak szakítva egymástól, hogy egyre többet telefonáljanak, és próbálják legalább telefonon a szépkorúakban a lelket tartani, hogy ne forduljanak magukba? Igen, és még egy, ami fontos lehet, nem olyan nagyon nehéz ezeknek a digitális eszközöknek a megtanulása is. Én emlékszem, mikor a Mazsi Szeretett Kórházban dolgoztam, nagyon-nagyon helyesek voltak az unokák, akik látogattak és mutatták például a fényképeket a laptopon, és ahogy ott nézték együtt. Tehát az is nagyon jó, hogyha tudnak ilyen üzeneteket, fényképeket valahogy megtanítják a nagymamát erre. Nem olyan nagy örökség. Ma már nincs ide olyan nagymama, legalábbis itt a fővárosban, sajnos nem az egész országban, akiknek nincsenek ilyen okos kütyűik, e-maileznek, facebookoznak, és hasonló módon azért próbálják a kapcsolatokat tartani. Itt volt nálunk a Gyermekorvosok Országos Szövetségének a vezetője, dr. Póta György. És ő arra panaszkodott, hogy ugyan visszatértek már a nyáron a 65 év felüliek, de ők még jobban veszélyeztetve vannak. Hogy tudja az egészségügyi ellátni a feladatát? Hát a legkritikusabb a helyzet valóban a gyermekorvosoknál van, a házi gyermekorvosoknál ez teljesen egyértelmű. Tehát a házi orvosoknál, de azon belül kiemelten a házi gyermekorvosok a legidősebb generáció. Sajnos azt kell mondjam, hogy az utóbbi évek tendenciája alapján ez az egyébként nagyon jó szolgálat, ez valószínűleg hát szépen lassan kimúlik, nem tudom máshogy mondani, nincs utánpótlás. Egyszerűen nincs utánpótlás. Ugyanez érezhető a védőnöknél is, ha jól értem. Még egyszer? Ugyanez a tendencia a védőnöknél is, ha jól értem, ami egyedülálló. Igen, ott is nagyon nagy a hiány. És ezzel az a baj, hogy ez az a bizonyos alapellátás, ami például a jelenlegi helyzetben is segíthetne. Tehát tulajdonképpen most, hogy nem tudnak kórházba, szakrendelőbe menni a betegek, ha egy stabil, erős háziorvosi és gyerekorvosi és védőnői szolgálatunk lenne. Ha ez meg lenne, akkor sokkal nagyobb lenne a biztonság a betegek számára.
Tehát pont ezekben a helyzetekben jönnek ki azok a hiányosságok, amiket felhalmoztunk az előző évtizedekben. A hullám előző etapjában arra panaszkodtunk, hogy túlzottan az egészségügyi minisztérium idő előtt kiürítette, illetve rezerva ágyakat használt, üresen várta a betegeket. Mi a helyzet ma? Most egy olyan intézkedést hozott a miniszter úr, hogy az ágyak 20%-át kell üresen tartani, de hogy senkit nem kell hazaküldeni. Az, hogy az ágyaknak egy része üresen áll, az azt is jelenti, hogy nem igényelnek személyzetet. Tehát nem feltétlenül csak a beteg felvételről szól ez, hanem az előző hullámban is volt átképzés, tehát olyan nővéreket, vagy akár orvosokat is átirányítottak arra számítva, hogy az intenzív osztályokon, vagy a lélegeztetőknél szükség lesz rájuk, átképzéseket csináltak. Tehát ez egyfajta átszervezés is, nem csak a kiürítésről szól. Illetve megint el fogunk oda jutni, hogy a műtétek egy része elmarad, már hallottam, nem hivatalosan, nem inkább ismeretségi körből, hogy maradnak már el műtétek. Tehát ettől is keletkeznek üres ágyak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyi vírusos fognak befektetni, hanem gyakorlatilag ez a felszabadult kapacitás az emberi erőforrást is felszabadítja. Javult-e, utolsó kérdésem már, javult-e valamit a kapcsolatok a MOK és az egészségügyi minisztérium között, illetve az emberi erőforrások minisztériumának a megfelelő államtitkárja között? Mi változatlanul és kitartóan megírjuk a leveleinket és azokat a fontos dolgokat, amiket fontosnak tartunk, hogy meg kell hozni intézkedéseket, vagy kapunk rá választ, vagy nem. Előfordul, hogy 4 oldalas választ kapunk azzal, hogy nyitott kapukat döngetünk. Ennek örülünk. Hát gyógyítani csak gyógyszerrel lehet, nem levelekkel. Bízom benne, hogy tovább folyik a gyógyítás is. További jó munkát, és visszavárjuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Lénárd Rita, a MOK alelnöke volt stúdiónk vendége. Most előzetesek, majd következik Szabó György, a Mazsök elnöke. Tartsanak velünk!